Gael García Bernal az egyik díszvendég a Lyoni Lumière Fesztiválon. A mexikói színészrendező mesterkurzust tart, a nézők pedig válogatást láthatnak a filmjeiből. Májusban Cannes-ban mutatták be a Chicuarotes című filmet, García Bernal második rendezését. Két tizenévesről szól, akik bohócként próbálnak pénzt keresni, de erőszakos eseményekbe sodródnak. A családon belüli erőszak nagyon mélyen bevésődik azok életébe, akik elszenvedik. Ezt a fajta erőszakot a legnehezebb kontrollálni és elkerülni is. Azt hiszem, optimista az, aki erről filmet készít, magyarázta a rendező. García Bernal tévésorozatot is készít arról, hogyan csatáztak az aztékok a spanyol hódítókkal a 16. században. A latin-amerikai és a mexikói mozi sokat ad nekem. Ezekkel a filmekkel tudom legjobban kifejezni magam. Szerencsés vagyok, hogy mexikóinak születtem, mondta az Euronews-nak. Nem csak hazájára utalva, a színész rendező hozzátette, társadalmi igazságosság nélkül nem lehet béke.